Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Szeptember 17-e kedd van, ezek a Győr Plus Televízió legfrissebb hírei. Hivatalosan is átadták a rekordtámborítású és 210 méter hosszú futópályát Győr-Szentivánon. A fejlesztés 10 millióba került, amit a körzet képviselője saját keretéből biztosított. Két belvárosi helyszínen 7 újabb kerékpártároló szekrény állt munkába. Az önkormányzat a sikeres Győr Bike mellett a Győr Box rendszert is folyamatosan fejleszti. Két vadonatúj szolgálati motorkerékpárral gazdagodott a megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya. A 140 lóerő szuperjárgányok a hatékonyabb bűnöldözést segítik. Hivatalosan is átadták a modern, rekordtámborítású és 210 méter hosszú futópályát Győr-Szentivánon. A pálya melletti játszótéri eszközöket és padokat is átfestették a szakemberek. A beruházás 10 millió forintba került, amit dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő saját keretéből finanszírozott. A kivitelezési munkákat pedig a Győr Szol végezte el. Az egészség megőrzése egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezért döntött úgy évekkel ezelőtt a győri önkormányzat, hogy a nagyszabású sportberuházások mellett a kisebb fejlesztések is nagy hangsúlyt kapnak a városban, mondta Borkai Zsolt Győr-Szentivánon a futópálya avatásán. Ezért fontos számunkra az is, hogy akár intézményeinkben, vagy akár a külső kerületeken olyan sportpályákat, olyan lehetőségeket biztosítsunk, ahol a fiatalok, az itt lakók mindenképpen sportolni tudnak, szabadidejüket megfelelően tudják eltölteni. Mindig azt szoktam mondani, hogy az ember arra nagyon-nagyon sok indokot talál, hogy miért ne sportoljon. Erre azt szoktam mondani, hogy mindig csak legalább egyet találjon, ami miatt elmegy és sportol, és egy kicsit a testével foglalkozik. Nagyon sokan talán azt elfelejtik, hogy az egészséges életnek az egyik fontos eleme az mindenképpen a napi testmozgás. A beruházás 10 millió forintba került, amit dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő saját keretéből finanszírozott. Szentivány életében nagyon fontos minden olyan momentum, ami a település fejlődését hozza, és településünknél előlépést mutat. Ez a futópálya is ilyen célra készült. Az igazság az, hogy ez része ennek a kis beruházásnak, amit most már kibontakozott mögöttünk. Itt elmondhatjuk azt, hogy a kellemesen szeretjük összekötni a hasznossal, hiszen a mögöttünk lévő csapadékvíztározó látványtól korábban már megépült, és tényleg valóban jól funkcionál. Ez egy ilyen régi mocsaras terület volt, ami lecsapadásra került, és így lett a tó kilakítása. Mögötte egy játszótér épült, és arra gondoltunk, hogy az igazi hangulatot és az igazi kihasználtságot azt hozná, hogy egy ilyen rekordtámos futópálya kerülne ide kialakításra, mert tényleg egy ilyen szabadidő helyiségi részé alakulnak ki. A gyerekek is tudnának játszani, tudnak sportolni, és szülők is tudnak sportolni. A nem messze lévő Váci Mihály iskolából több osztály érkezett, és a diákok ki is próbálták a 210 méter hosszú pályát, amelynek nyomvonalát a tó körül alakították ki. A felület rekordtámborítást kapott, ami azért hasznos, mert megkíméri a futók ízületeit. A kivitelezést a Győr Szol végezte el, a cég a pálya üzemeltetéséről is gondoskodik a jövőben. Mivel sikeres volt a kezdeményezés, az önkormányzat újabb kerékpártároló szekrényeket helyezett ki Győrben. Erről dr. Fekete Dávid alpolgármester beszélt egy belvárosi sajtótájékoztatón. A városvezető kiemelte, a Zeichmeister utcában 4, a Dunakapu téren 3 új Győrbox állt munkába. Dr. Fekete Dávid arról is beszélt, hogy az önkormányzat folyamatosan fejleszti a Győr Bike rendszert, és a Győrboxokból is egyre több lehet a jövőben. Két helyszínen 7 újabb kerékpár tároló szekrény állt munkába Győr belvárosában. Itt a Zeichmeister utcában 4, a Dunakapu téren pedig 3 új Győrboxot létesített az önkormányzat. Dr. Fekete Dávid alpolgármester elmondta, egyre többen bicikliznek, ehhez pedig az önkormányzat igyekszik minél jobb feltételeket biztosítani. Az elmúlt időszakra, ha visszatekintünk, akkor látjuk azt, hogy Győrben nagyon sok kerékpárutat tudtunk építeni a különböző városrészekben, vagy akár a várost a környező településekkel összekötő területeken, ugye így épült kerékpárút például Gönyű felé, például Abda felé. Igyekszünk a városi kerékpáros hálózatot, kerékpárút hálózatot úgy fejleszteni, hogy az mindenki számára megfelelő legyen, és a lehető legtöbb relációt, a lehető legtöbb elérési lehetőséget tudjuk biztosítani. És természetesen a következő időszakban is erre törekszünk, hiszen vannak olyan topos pályázataink, amelyek a következő időszakban több mint 600 millió forintot biztosítanak arra, hogy kerékpárutakat tudjunk építeni a városban.
A tavaly a vidéki buszpályaudvarnál létesített győrboxok igen népszerűek, ezért döntöttek úgy, hogy bővítik a rendszert, mint ahogy a győrbike-ot is folyamatosan fejleszti a város. Ma már egyébként a 35. győrbike állomás épül, ennek az építése van folyamatban, mégpedig a vásárcsarnok, a készülő vásárcsarnok mellett. 23-ról indultunk 2015-ben, tehát ez egy jelentős bővítést jelent. Mint ahogy egyébként a kerékpárok számát, darabszámát is folyamatosan fejlesztjük, hiszen 180 hagyományos kerékpárral indultunk 2015-ben, most már közel 200-nál tartunk. Emellett pedig van már 16 elektromos kerékpár, ami idén újabb 21-jel fog tudni bővülni. Tehát azt hiszem, hogy valóban jelentős fejlesztések voltak a Győrbike állomások, illetve a Győrbike hálózat területén is. A győrboxok kezelése és működtetése, könnyű használata pedig óránként mindössze 40 forint, vagy naponta 400. Ez a szolgáltatás egyre népszerűbb a városban is. Első perctől az volt a terv, hogy ez több helyszínen induljon be, mert onnantól lesznek relevánsak a számok. A vidéki buszpályaudvaron különben az látható, hogy az elején, ugye az, mivel újdonság volt, ezért lassan kezdték el használni a lakosok, illetve ugye a nyári időszak végén került ez ki, tehát már pont mentünk ki a szezonból, de most idén tavasszal és a nyár folyamán felfutott ennek is a kihasználtsága, úgyhogy azt gondoljuk, hogy mindenképpen indokolt volt a további két új helyszín, és remélhetőleg még további helyszínek is bekapcsolódnak majd ebbe a rendszerbe. Az új győrboxok létesítése közel 13 millió forintba került, amit az önkormányzat finanszírozott azért, hogy a tekerők még kényelmesebben tudjanak hódolni egészséges szenvedélyüknek. Az ellenzéki összefogás zöldebb jövőt képzel el Győrben, mint a jelenlegi városvezetés. Erről Glázer Tíme, a polgármester jelölt beszélt keddi Dunakapu téren tartott sajtótájékoztatóján. A politikus azt mondta, ha hatalomra jutnának, több fát ültetnének, jobban gondoznák a zöld területeket, jobban kihasználnák a folyópartokat és napelemparkokat létesítenének Győrben. Az ellenzéki összefogás zöldebb jövőt álmodott meg Győrben, mint a jelenlegi városvezetés. Erről Glázer Tíme beszélt kedden a Dunakapu téren. A polgármester jelölt elmondta, ők több fát ültetnének, jobban gondoznák a zöld területeket, és a folyópartokat is jobban használnák ki. Több ezer új fát szeretnénk ültetni, szeretnénk a környezetvédelmet tudatosítani még jobban egészen kisgyermekkortól, általános és középiskoláskortól, és szeretnénk a vízpartokra figyelmet fordítani, tehát sokkal színesebbé, látványosabbá és élvezhetőbbé szeretnénk tenni Győr vízpartjait. Híradón kérdésére, miszerint az ellenzék ezúttal éppen olyan témákban kampányol, amik rendben vannak Győrben, Glázer Tíme azt mondta, ha hatalomra kerülnének, az összefogás még hatékonyabban harcolna a zöld Győrért. Szeretnénk sokkal hatékonyabban és odafigyeltemben csinálni, hiszen hogyha elültetjük a fákat, akkor mi szeretnénk azokat a fákat, illetve a zöld területeket gondozni, hogy ezek zöldek és szebbek legyenek, hiszen a folyók városa vagyunk, és a vizeket mégsem használjuk ki. Nyáron nagyon sok helyen ki van száradva a fű, és az ültetett új növények és fák is el vannak száradva. Szeretnénk a város zöldebbé és virágosabbá tenni. Glázer Tíme hozzátette, napelemparkokat is telepítenének győri intézményekre, amelyekkel olcsóbban és gazdaságosabban lehet előállítani az energiát. Vadonatúj szolgálati motorkerékpárokkal gazdagodott a megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya közelmúltban. Az ORFK jóvoltából két 140 lóerős, hadsebességes szuperjárgány került a megyébe, amik a hatékony bűnöldözést segítik már a megyei utakon. A motoros rendőrök a forgalom ellenőrzés mellett különböző közlekedési akciókon vesznek részt, munkájukkal a biztonságos közlekedést segítik. Az új rendőrmotorokat kedden mutatták be hivatalosan. Siréna szó és villogó fény kíséretében gördült be az a két BMW rendőrmotor, amivel megyén gépjármű parkja gazdagodott. Dr. Forrai Zsolt rendészeti rendőr főkapitány helyettes elmondta, nagy dolog a kapitányság életében, hogy ilyen korszerű és modern járműveket kapott a térség. A szolgálati motorkerékpárok óriási előnye az, hogy jóval dinamikusabban tudnak közlekedni, mint a személygépkocsik, illetve olyan helyekre is könnyebb, gyorsabb velük eljutni, ahova személygépkocsival nem, például torlódások időszakában, amikor gépkocsival képtelenség tovább haladni, legtöbb esetben motorkerékpárral azért ez megoldható.
A két rendőrmotor Győr-Moson Sopron megyében állt munkába. Ezekről a járművekről elmondható, hogy mindegyik speciálisan a rendőri igényekre szabott. Abban különbözik a lakossági járművektől, hogy megerősített futóművel, dupla akkumulátorral, kiegészítő hang- és fényjelzéssel is rendelkezik. Számunkra a motorszolgálat azért előnyös, mert sokszínű, különböző forgalmi helyzetekben, forgalmi szituációban tudjuk a forgalmat segíteni. Állampolgároknak a szabálysértéseit kiszűrni, illetve a forgalmat forgalmi irányítással segíteni. Martini Gábor arról is beszélt, hogy ezekkel a járművekkel könnyebb a közlekedés, gyorsak és hatékonyak is. Az ülés és a kormány markolata is fűthető, ezáltal sokkal kényelmesebbek, ami fontos egy-egy hosszabb szolgálat alatt. Látszik, hogy a rendőrök örülnek és elégedettek a járművel. Kapcsolatunk szerintem abban más, mint a sima szolgálati ágak feladatköreivel, mert áttekinthetőbb, gyorsabb, azonnal tudunk reagálni bizonyos szituációkra, és gyorsabban, könnyebben látjuk el ezeket a mindennapokban. Szükség is van rájuk, hiszen megyénk útjai nagy forgalmat bonyolítanak le. Az M1-es autópályán kívül a forgalmas a főutakon, valamint az osztrák és a szlovák határ folyamatos ellenőrzésénél is találkozhatunk mostantól ezekkel a szuperjárgányokkal. Fontos, hogy ne csak a munkahelyen tartsunk össze, hanem azon kívül is egy csapat legyünk. Ezt mondta a NEMAK gazdasági vezetője híradónknak a hétvégi családi nappal kapcsolatban. Győr egyik legnagyobb munkáltatója már 5. éve a győrújbaráti gyermektáborban látja vendégül dolgozóit, azok családjait, a partnercégeket és a duális képzésben résztvevő diákokat. Idén is 2500 ember tölthette tartalmasan a szombatját a cég családi napján. Tessék, el lehet venni, jó? Ezúttal nem győri iskolások, hanem a NEMAK dolgozói és családtagjai töltötték meg a győrújbaráti gyermektábort. A társaság, amely Győr egyik legnagyobb munkáltatója, már 5. éve ebben a kiváló környezetben tartja nagyszabású családi napját, melynek célja összekovácsolni a nagy NEMAK családot. A NEMAK Győr Kft. Sokan tudják, a Győr egyik legnagyobb vállalata, több mint 1000 dolgozónk van, és úgy gondoljuk, hogy nem csak a munkahelyen kell, hogy összetartsuk ezt az 1000 embert, hanem szervezünk olyan rendezvényeket, nem csak egyet évközben, ahol össze tudnak kovácsolódni, mint csapat, és ehhez nyilván jó, ha a családtagok is jönnek. A családi nap az mindig így a nyári szünet után kerül megrendezésre, és olyan helyszínt találtunk, most már az 5. éve vagyunk itt a győrújbaráti gyerektáborban, ahol elfér az a 2500 ember családtagokkal, duális diákokkal, a nálunk dolgozó szolgáltató cégek munkatársaival, ahol a sportolásra, a zenehallgatásra, a sátorban az étkezésre, mindenre megvan a hely, mód, lehetőség. Úgyhogy én azt mondom, hogy elégedettek vagyunk, szerencsére az időjárás is a kedvünkben járt. Ha nem a igazi otthonra talál Győrben, a cégnek pedig fontos, hogy az alkalmazottak számára a társaság több legyen, mint egy egyszerű munkahely. A nemakosok szívesen töltik szabadidejüket is együtt, amire jó példa az évek óta nagy sikerrel megrendezett családi nap. Azt hiszem, a mai munkaerőpiaci helyzetben minden vállalat érzi, hogy a dolgozók megtartása, illetve egy növekedő cégnél új dolgozók behozása az egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. Azok a cégek, akik a fizetésen és a pontos fizetésen, bérfizetésen kívül mást is tudnak adni a dolgozóknak, azok előnybe kerülnek a munkaerőpiacon. Ugyanez igaz a duális képzésre, amiben az egyik legnagyobbak vagyunk Győrben, de az ilyen rendezvények, mint talán tudják a győriek, hogy az édesnapok mögött a NEMAK áll, rendezünk Mikulás rendezvényt a dolgozóknak. Tehát ezekkel a rendezvényekkel is azt tudjuk elérni, hogy a dolgozók úgy néznek a cégre, mint nem csak egy munkáltató, ahol a 8 órámat eltöltöm, hanem aki tényleg próbál gondoskodni a munkatársakról. A NEMAK sikereinek egyik záloga a jól képzett és rendkívül összetartó kollektíva, ezért a cégvezetés is sokat tesz, hiszen az igazán európai színvonalú munkakörülmények mellett sok minden más is segíti a csapatépítést a több mint 1000 embert foglalkoztató cégnél. Az egyik központ az a sportolás. Van egy úgynevezett NEMAK Olimpia, aminek a végén olimpiai bajnokot hirdetünk, aki a legtöbb sportrendezvényen részt vesz, és itt aztán kosárlabda, röplabda, focizás, minden
minden nagyon sokféle sportágban éles küzdelmek zajlanak. Ezen kívül, ahogy látjátok, a gyerekeknek rengetegféle játékra van lehetőségük, az ugróvárak, a csúszdák mind-mind színesítik a gyerekek programját. A színpad nyilván a nagy figyelem mindig a színpadra összpontosul, igyekszünk olyan sztárokat, magyar énekeseket hívni, akiket szeretnek a dolgozók, erről is meg szoktuk kérdezni őket. Finom étel, hűsítő ital, kellemes zene és számtalan sportolási lehetőség is várta a NEMAG családi napjának résztvevőit, akik ezúttal sem bánták meg, hogy a szombatjukat is a kollégákkal töltötték. Jövőre pedig ugyancsak a nyári szünidő után jöhet az újabb csapatépítő családi nap Győrújbaráton. A pannonhalmi Szent Márton járóbeteg központ 85 millió forint értékben fejlesztette eszközparkját egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően. Ezzel a néhány éve megnyílt korszerű rendelő továbbra is minőségi egészségügyi szolgáltatást nyújt a környéken élőknek. A járóbeteg központ 16 ezer embert szolgál ki, és most 10 orvosi szakma berendezései és eszközei újultak meg. Egy olyan projektzáró rendezvényen vagyunk, ahol az intézmény 85 millió 260 ezer forintot nyert. Pannonhalma polgármestere adta át hivatalosan az új eszközöket. Bagó Ferenc kitért arra, hogy érdemes volt 8 évvel ezelőtt létrehozni a Szent Márton járóbeteg központot. 2011-ben lett átadva ez a járóbeteg központ, és azóta mindig fejlődött, és hála Isten az orvosi létszám is, és a környezetből lévő lakosok nagyon szeretik, különösen a hétfői napok a nagyon kiemelkedők, mikor 150-160 ember van itt vérvétellel. Az önkormányzat fenntartása alá tartozik a központ, és mindent megtesz azért, hogy a térség egyik legkorszerűbb egészségügyi létesítménye hosszú távon tudjon működni. Az első 10 év nagyon nehéz volt, mert 250 millió forint volt, amivel ezt az épületet nekünk támogatni kellett. Én az utolsó szerződést márciusban írtam alá Győrbe, közjegyzőnél. Ennek az év végére, hála Isten, már 15 millió forint lett. Az orvosi eszközök modernizálása már időszerű volt, ezért jól jött az a pályázati lehetőség, amelyel több mint 85 millió forint Európai Uniós támogatást nyert a központ a fejlesztésre. Próbáltunk célirányosan olyan típusú eszközöket elhelyezni ebben a pályázatban, amiben az intézményünk vagy hiányt szenved, vagy olyan típusú eszközigény, ami az évek alatt esetleg leamortizálódott, elaggott, vagy egész egyszerűen a fejlődés meghaladta elsősorban a diagnosztikai eszközöknél. A rendelőkben 10 féle szakorvosi ellátás működik. A beszerzés előtt pontosan felmérték az igényeket, ez alapján véglegesítették a felszerelések, berendezések listáját. A beszerzés során 5 eszközcsoportba sorolva higiénés, diagnosztikai, terápiás, kísértékű kéziműszereket szereztünk be, illetve orvosi bútorzatot, ami szintén így megadta magát az elmúlt 8 év során. A pannonhalmi Szent Márton járóbeteg központ nem csak a városban, hanem a környékbeli településeken élőket is ellátja. Emellett elsősorban a diagnosztikai területen Győrből is sok beteg érkezik ide. Éves átlagban olyan 50-52 ezer esetszámot szokott az intézményünk produkálni, és ennek nagyjából 10%-a, amelyik területen kívüli, de ez sem teljesen pontos megnevezés, hiszen itt a területi ellátást azt elsősorban a szakrendelő intézményt működtető tulajdonos önkormányzatokra terjesztették ki, de mi egy ilyen Pannonhalmát övező 20-24 településből álló földrajzi egységet igyekszünk kiszolgálni. Az egészségügyi intézményben a gyakorlati igényeknek megfelelően alakítják ki a szolgáltatásokat. Erre jó példa, hogy az elmúlt években megerősödött a bőrgyógyászat. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Most következnek sporthíreink, friss információkkal pedig legközelebb szerda este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.
három kulcsjátékosával is szokatlanul korán hosszabbított szerződést a győri Audietó. A klub rendkívüli sajtótájékoztató jelentette be, hogy Stine Oftedal, Kari Bratzett és Anna-Mette Hansen is maradnak zöldfehérben. A bejelentést Borkai Zsolt polgármester is a helyszínen üdvözölte. Szokatlan időpontban jelentett be szerződés hosszabbításokat a győri Audietó KC vezetősége. Dr. Barta Csaba, az egyesület elnöke, ezt azzal magyarázta, hogy a három meghatározó játékos teljesítményével nagyon elégedettek, másrészt hosszú szezon elé néznek. A decemberi világbajnokság után tavasszal olimpiai selejtezők, várhatóan Bajnokok Ligája Final Four, nyáron pedig a tokiói olimpia vár az Etó játékosok nagy részére. A szerződések hosszabbításával nyugodtabb lehet a következő időszak. Szerződést hosszabbítottunk Stine Oftedallal, Kari Bratzettel és Anna-Mette Hansennel. Stine Oftedal két éves szerződést, Kari Bratzett ugyancsak két éves szerződést, és Anna-Mette Hansen 3 éves, 2+1 éves szerződést kötött a klubunkkal. Egyik fő támogatóként Győr városa is ott áll a klub mögött. Egyebek mellett ennek is köszönhető, hogy a zöldfehéreknél világklasszis játékosok léphetnek pályára. Bízom benne, hogy mivel nem csak Győr városa, de a klub is nagyon-nagyon magasra tette a mértét az elmúlt időszakban, hogy ezt a mértét mindig feljebb és feljebb tudjuk emelni, bár mondhatnám azt, hogy nagyon feljebb nem tudjuk emelni a kézilabdában, a női kézilabdában, de legalább tartsuk meg, hiszen a várakozásait mondhatnám azt is, hogy óriási a szurkolók oldaláról, és ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni, sok mindennek lapulni kell, a legfontosabb az, hogy ilyen játékosaink legyenek, mint akivel most a klub ismételten hosszabbítani tudott, az a szerződést tudott kötni. Stine Oftedal posztján a világ legjobbja, aki meghatározója a győri Audietó KC gyors és eredményes játékstílusának. A jövőjét ennél a klubnál képzeli el. Oftedal azt mondta, még mielőtt ide szerződött volna Győrben, nem is volt más célja, csak az, hogy a legnagyobb sikereket átélje ezzel a klubbal. Most, hogy ez megvan, újra az az álma, hogy mindez megismétlődjön, és az Eto a jövőben is hasonlóan sikeres legyen. Kari Bratzett gyorsan beépült tavaly a csapatba, hibátlan első szezonja volt, hiszen mindent megnyert, amit klubszinten csak lehet. Kari Bratzett azt mondta, az egyik legprofibb klub a világon az Eto, minden nagyon magas szinten működik a klub körül, akár a szponzorokról vagy a szurkolókról van szó, minden adott tehát a jó szerepléshez. A csapat célja idén is a triplázás, vagyis megnyerni a magyar bajnokságot, a magyar kupát és a bajnokok ligáját is. Az biztos, hogy az egyik legjobb keret a győrieké, amely a következő idényben még tovább erősödik, ezen már most dolgozik a klub vezetése. Sporthíreink végén köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, a viszontlátásra!